Sziasztok! Mielőtt rátérünk a mai témánkra, szeretném felhívni a figyelmeteket a karácsonyi nyereményjátékomra. Nemrég elkezdtük az asszisztensemmel podcastra pakolni az eddigi videóim anyagát, szépen megvágva a sorrendben, így ha esetleg új nézőm vagy, akár visszatérő és érdekelnének a korábbi anyagaim, akkor podcaston szépen, szisztematikusan meg fogod tudni keresni, ami leginkább érdekel. Spotify-on és az Apple podcastján is megtalálsz engem, Manifestálj Prepuk Zsuzsival névem. A nyereményjáték pedig a podcast indításához kötődik. A játékban minden 18 év feletti vehet részt, aki rendelkezik Facebookkal vagy Instagrammal, vagy akár valakiért tudod használni. Három szerencsés nyertes jutalma, egy-egy szabadon választott termék lesz a webshopomból, nincs más dolgod, mint meghallgatni a podcastomat, feliratkozni rá, hagyni egy 5 csillagos értékelést, és ezt jelezni kommentben a nyereményjátékról szóló Facebook vagy Instagram posztok egyikénél. Mindkét posztot belinkelem ennek a videónak a leírásába. Figyelem, aki YouTube kommentet hagy a videó alatt, az nem vesz részt a játékban, csak és kizárólag az, aki az Instagram vagy Facebook poszt valamelyikén hagy kommentet. A sorsolásra 2022. december 26-án kerül sor, a random.org weblapot fogom használni hozzá, és a három szerencsés nyertest privát üzenetben fogom értesíteni. A játék részletes feltételeit pedig megtaláljátok az Instagram és Facebook posztokban, amit be fogok linkelni ez alá a videó alá. Sok sikert kívánok mindenkinek, és jó podcast hallgatást! És akkor térjünk is rá a mai témánkra. Ma szeretnék nektek mesélni egy bizonyos részéről az agynak, ami közrejátszik abban, hogy miért látjuk negatívan vagy pozitívan a világot, és mi köze ennek az egésznek a megerősítésekhez. Ez a bizonyos rész az úgynevezett retikuláris aktiváló rendszer. Ez a gerincoszlop felett helyezkedik el, egy nagyjából ceruza vastagságú 5 cm-es kis rész, ahova a szaglásérzékén kívül minden más egyéb érzék ide fut be. Ez a rész köti össze a tudatos és a tudatalatti elmét, ez az a rész, ez az a filter, ami nem enged át mindent, viszont amit átenged, onnantól kezdve a tudatalatti elme az alapján fogja irányítani a testet és az elmét. A feladata, hogy ráfókuszáljon, rávilágítson azokra a dolgokra, amiket fontosnak ítélünk meg a tudatos elménk által. Miért van erre szükség? Mert az agyunkat 2,3 millió bit információ bombázza percenként, és ha ez mind átjutna ezen a filteren, valószínűleg megőrülnénk. Gondolj bele, ha folyamatosan éreznéd a ruhád tapintását a bőrödön, látnád az összes körülötted történő eseményt, hallanál minden hangot, miközben mondjuk dolgozni próbálsz, hát biztos, hogy megőrülnénk tőle. Tehát ez a rendszer erre van kitalálva. A retikuláris aktiváló rendszer a saját egyedi filterünk alapján szűri ezt az információ rengeteget, és csökkenti le percenkénti 128 bitre. Tehát a percenkénti 2,3 millióból lesz percenkénti 128 bit. Ez egy óriási számkülönbség. Mi alapján történik ez? Ugye a saját filterünk az mi? A hitrendszereink. Akár a vallási nézeteink, a politikai nézeteink, a magunkról alkotott képünk, az, hogy miben nőttünk fel, tehát a tudatalatti programjaink. Három eszközt használ erre. Ez a rendszer torzít, töröl vagy általánosít. Ezek alapján, a hitrendszerek alapján. Töröl például zavaró háttérzajt munka közben, vagy a mozgást a szemünk sarkában, de töröl például hitrendszerünket megcáfoló bizonyítékokat is, ha nem vagyunk elég tudatosak. Gondoljunk csak akár a laposföldhívőkre. Ők 100%-ban hisznek ebben, hiszen az az információ, ami bizonyítaná, hogy nem így van, azt eltorzítja az agyuk, eltorzítja ez a retikuláris aktiváló rendszer, vagy egyszerűen törli. Az általánosítás szintén nem kell bemutatnom szerintem, ezért alakulnak ki bennünk sztereotípiák vagy előítéletek bizonyos csoportokkal szemben. És ez a rendszer az oka annak a jelenségnek is, amikor például veszünk egy kocsit, vagy egy ruhát, egy cipőt, egy táskát, és hirtelen mindenhol azt kezdjük el látni. És nem velünk együtt vett mindenki ugyanazt, hanem azáltal, hogy ezt a tárgyat választottam ki több közül, és vásároltam meg, ezáltal közvetítettem ennek a retikuláris aktiváló rendszernek, hogy ez számomra fontos, kívánatosnak tartom ezt a tárgyat, és ez alapján kezdi el kiszűrni ezt a 2,3 millió bit információból, hogy mi az, ami nekem fontos, ez a tárgy, ez az autó, ez a márka nekem fontos, tehát észre fogom venni.
Pontosan erre játszanak rá egyébként a reklámok is. Minél többször látsz óriás plakáton egy terméket, vagy egy márkát, annál valószínűbb, hogyha több opciód van, és nincsen korábbi filtered egy másik termékkel kapcsolatban, akkor ezt fogod megvásárolni. Ez lehet egy mosógép márka, lehet egy automárka, egy cipőmárka. Ha ott van előttem 5, amiből mondjuk 2 márkáról hallottam már, akkor nagyban befolyásolni fogja azt, hogy melyiket fogom megvásárolni. Természetesen más is közrejátszik az is, hogy milyen színvilágot kedvelek, de nagyban befolyásolni fogja a választásomat az, hogy melyik terméket láttam többször. Ezt a rendszert tudjuk egyébként a saját javunkra is fordítani, és ez az, amiről szeretnék beszélni. Itt jönnek képbe a megerősítések. A tudatos elme parancsait követve alakítja ugyanis ezt a filtert a retikuláris aktiváló rendszer, és abban a pillanatban, hogy fontosnak ítél meg valamit, egy új információt, ki fogja cserélni a filtert, és beengedi az azzal kapcsolatos információkat az agyba. Információ, mint kép, hang, érzetek, információ konkrétan, amit hallok valakitől, tehát minden, amit különben kiszűrne. Addig kell ismételgetni egy-egy megerősítést, amíg el nem kezded látni a környezetedben, hogy használ. Azaz el nem kezded látni a bizonyítékot rá. Tehát például gazdag vagyok, egészséges vagyok, magabiztos vagyok, szeretnek az emberek, vagy bármi, amivel éppen dolgozol, abban a pillanatban, hogy elkezded látni, hogy ez így van, akkor történt meg az, hogy ez a filter változott ennek a megerősítésnek megfelelően, elkezdett fontosnak ítélni meg, ez a retikuláris aktiváló rendszer elkezdett rávilágítani, ráfókuszálni, és onnantól kezdve, ha ezt folytatod, meg fog szilárdulni ez a tudatalatti hitrendszer, tehát megszilárdul ez a filter is, ez alapján fogja szűrni az információt. És ennek az időtartama minimum 21 nap, ha az ember minden nap foglalkozik vele, de inkább 4-6-7. Én mindig ezt szoktam tanácsolni, mert 21 nap után lehet, hogy látod az eredményt, de az még nem egy stabil, nem egy erős tudatalatti program, és ha abba hagyja az ember, szinte azonnal visszamegy a semmibe az egész. Tehát 4-6-7 az időtartalma, amíg folytatni kell egy megerősítést, hallgatni a szubliminális audiókat hozzá, vagy a hipnózist. Amint a filter kicserélődik, elkezdesz ennek megfelelő dolgokat észlelni abból a feléd áradó 2,3 millió bit per perc adatból. Észreveszed mondjuk az állás lehetőséget, vagy az ötletet, amiből bizniszt lehet építeni, amit korábban lehet, hogy nem vettél észre, vagy elhessegettél, hogy ez egy hülyeség. Észreveszed a számodra eddig láthatatlan kollégát, aki amúgy tökéletes párod lehetne. Észreveszed a dicséretet, a bókot, elkezdesz magabiztosabb lenni, és így tovább. Tehát elkezdenek változni a dolgok, hiszen új információt enged be az agyod, amit korábban nem engedett be, tehát korábban nem voltál tudatában ezeknek a dolgoknak. Tehát válasz most egyetlen egy megerősítést. Ez a kihívásom a következő időszakra, számotokra. Válaszatok egy-egy megerősítést. Csak egyet. Írd be a naptáradba, hogy ma kezded, és jelöld be innentől a 6. hetet, tehát mikor jár le az a 6 hét, majd a telefonodba állíts be emlékeztetőt, amit naponta, akár óránként felugrik a képernyődön. Én mindig ezt csinálom, tehát amivel éppen dolgozok, az lehet, hogy fél óránként, óránként jön a telefonomra, és valószínűleg a 99%-át nem fogom felfogni, mert annyi más dolog is történik, de ahhoz bőven elég, hogy naponta legalább 5-6-szor, ha ránézek, elolvasom, és már is használtam azt a megerősítést. Nyilván ideálisabb, ha az ember szán rá időt reggel, este, és mondjuk érzelmet is raksz bele. Megállsz mondjuk a tükör előtt, saját szemedben nézel, hogy mondjak ezt magyarul, szuperhős pózba állsz, és saját szemedben nézel, és úgy mondogatod mondjuk 5 percig a megerősítést, bele lehet tenni, sőt, sokkal, tehát nagyon fogja gyorsítani a folyamatot, de minden esetre, ha csak ezt csinálod, hogy benne van a telefonodban emlékeztetőként, óránként előjön, 6 héten keresztül minden egyes nap, és te minden egyes nap legalább egy 5-6-szor ezt elolvasod, és kimondod magadban ugyanúgy, meglátod, hogy elkezd változni a dolog. A fontos dolog az, hogy ne cseréld le, ne hagyd abba, akkor se, ha nem látsz eredményt hetekig.
6 hét múlva pedig gyere vissza és írd meg kommentben, hogy milyen változásokat tapasztaltál, mert meglátod, meg lesz az eredményem. Ennyi a dolog. Választ egy darab megerősítést, 6 héten keresztül ragaszkodj hozzá, 6. haszod szakad, nem számít, hogy nincs eredménye, csak folytasd. Mire elérsz a 6. héthez, addigra a retikuláris aktiváló rendszer fontosnak fogja leírni ezt a megerősítést, vagy megítélni. Ez alapján változtatni fogja a filtert, amin keresztül szűri az információt a külvilágból, és látni fogod az eredményt. Oké? Rendben, akkor békés boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és ne felejtsétek el a nyereményjáték részleteit a videó alatt a leírásban. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!